Üdvözlök mindenkinek, Krim vagyok, jöjjön Warframe Gamer Pszichológia következő rész, illetve úgy általánosan kicsit Gamer Pszichológiai Milosról ez a sorozat. Így némileg összekeverjük a játékot a valóság pszichológiájával, lehetne így leírni ezt a sorozatocskát. Az előző részeket, ha netán nem láttad volna, ajánlom figyelmetbe, nyugodtan ugorj el a csatornámra, van egy olyan érzésem, hogy megtalálod a videókat, mert többé valószínű, hogy lusta voltam, hogy lerakjam a linkjeit a videónak, eme videónak a leírásában. Érdemes megnézni őket, ugye az előző videóban beszélgettem a célról, az odavezető útról, az akadályokról, amelyek útközben fölmerülnek, és az előző részben beszéltem arról, ugye, hogyha már elértük azt a célt, vagy nagyon-nagyon közel vagyunk hozzá, adjunk vissza valamit belőle. Az egy érdekes videó, érdemes megnézni, hogy ott mit gondolok én arról, hogy mi az, hogy visszaadni egy kicsit abból, ami van nekünk. Na most viszont ebben a következő részben arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érjük el azt, hogy visszaadjunk. Tehát hogyan legyen az, hogy az emberek felfigyeljenek arra a tudásra, ami nekünk van, vagy hogyan váljunk hitelesé. Igen, talán ez egy jó szó, hogy hogyan váljunk hitelesé azon az úton, amikor vissza szeretnék adni valamit, hogy lássák azt, hogy tényleg értünk ahhoz, amit csinálunk, tényleg értünk a Warframe-hez, és tényleg benne vagyunk már a játékban egy jó ideje, és ismerjük ezt a játékot, hogyan tudnánk elérni azt, hogy ezt lássák az emberek, hogy vissza tudjuk adni valamit abból a tudásból, amit mi szereztünk, és ez erre a kulcs szó legalábbis így a szakmai életben azt szoktuk mondani, hogy nekünk kell váljunk a Warframe, tehát magunknak a céllá kell válni. Azt kell, hogy mondjam, tehát tegyük fel, van egy saját márkád, a márkádra kell válni. Tehát például bicikliket árulsz, akkor a saját bicikliden fogsz járni, tehát akkor biciklizni fogsz. Mindegy, tél van, esik, hó van, jön a lavina, te akkor is biciklin fogsz járni. Érted? Tehát arra akarod, tehát ha gamer vagy, akkor maradj gamer, és tedd bele a maximumot, ezt akarom ezzel mondani, és hogyha már zombi apokalipszis van odakint, és már csak ők nézik mondjuk a YouTube-ot, akkor is gamer maradsz, és gamer videókat fogsz csinálni zombiknak. Ez a lényege, tehát hogy egy ilyen maximális szintig az maradsz. Azt kell mondani, tehát ha gamer vagy, akkor gamer maradsz, és akkor olyan szinten merülsz bele. Tehát gyakorlatilag felveszed azt az életstílust, amit képviselni szeretnél, és akkor valahogy ez olyan, mint az emberek elkezdenek felfigyelni valakire, aki kiről látszik, hogy érti a dolgot, aki maga azért a céllá vált, amit az emberek szeretnének elérni, tehát magyarul felvetted például azt a gamer életstílust, és olyan szinten éled azt a gamer életstílust, ami nem hazudtolja meg magát, kicsit nehéz ez a téma, nem hazudtolja meg magát, akkor az emberek látni fogják, mert ösztönösen vonzódunk az igazság felé, mondjuk így, és ösztönösen szeretnénk a jót, tehát bennünk van a jó, alapvetően két ösztön dominál bennünk, ugye a rossz és a jó, és de ugye mivel hogy ez bennünk van, alapvetően szeretnénk a jóhoz tartozni, szeretnénk a jobb részét megélni a dolgoknak, és ezenáltal, hogyha valakiben meglátjuk azt, hogy ő az, aki, és az, akinek mondja magát, és úgy csinálja a dolgait, ahogy ez illik csinálni, akkor ösztönösen szeretnénk ahhoz a személyhez tartozni. Szóval, hogyha te már ott vagy, és szeretnél valamit visszaadni, nem lesz természetesen nehéz dolgod, de válj magává, azzá a dologgá, amit vissza szeretnél adni. És mindegy, ha esik, ha fúj, ha süt, akkor te akkor is az maradsz. És a lényeges szempont ebből a dologból az, hogy te az maradsz. Tudjátok miért? Mert ezen a ponton meg fognak jelenni az irigyesek. Honnan tudod, hogy valamit nagyon jól csinálsz?
onnan, hogy irigyesed lesznek, és onnan tudod, hogy valamit szattul jól csinálsz, onnan, hogy még több irigyesed lesz. Az, hogy felfigyelnek rád mindazok, akikre konkurenciát jelentesz ebből a szempontból, és most érdemes megjegyezni azt, amit mondok, konkurenciát csak arra a személyre jelentesz, aki nem az, akinek vallja magát. Ha valaki ugyanazt csinálja, amit te, és szívvel, lélekkel ő maga is azt az életet éli, amit te, mondjuk gamer, egy másik gamerrel, nem lesz ellenség. Csak egy gamer, egy nem másik gamerrel, aki annak adja ki magát, akkor lesznek irigyesek. Nem irigyesek, inkább csak egy fog irigykedni rád ebből a szempontból, mert ő nem azt az életstílus képviselő, amit te. És honnan tudod, hogy jól csinál? Onnan, hogy ő irigykedni fog. De ha van két gamer, aki tényleg az, akinek vallja magát, például, akkor azok a legjobb barátok lesznek. Miért? Mert egymástól tanulhatnak és egymásnak segíthetnek. Ez a lényege az egész dolognak. Én szerettem gamernek hívni magam, elég régóta is űzöm a szakmát, azt kell, hogy mondjam, és ha bármilyen másik gamerrel találkozunk, tudjátok, mikor találkozunk egy másik gamerrel, szoktál játszani, mikkel szoktál játszani, és így egymásra néz a két gamer, és már a sark, tehát a szád sarkán már ott ül a mosoly, aha, jó van, te partner vagy, értem, hogy miről beszélsz, és onnantól kezdve nem az van, hogy ügyesek, hanem már barátok. És egymást tudják húzni, egymást tudják táplálni, és egymásnak segítenek. És ez itt a lényege. Ám viszont, hogyha az van, hogy valaki annak vallja magát, de valójában nem az, akkor abban az ellenfélként fog rád tekinteni, nem partnerként fog rád tekinteni, és gyakorlatilag megpróbál mindent megtenni azért, hogy mossa a hírnevedet. Na most itt jön a következő dolog, ugye, hogy bemossa a hírnevedet, vagyis van az emberi világnak van egy érdekes tulajdonsága. Az az, hogy a rossz hír az kétszer gyorsabban terjed, kétszer, tízszer gyorsabban terjed, mint a jó hír. Valamiért a jó hírre az emberek nem annyira vevők, de viszont nagyon szeretünk kárörvendeni, ugye, mindazokon, akik elbuknak. Na, és ebből adódóan valamiért a rossz hír, az ugye a híradót is bekapcsolott, rossz hír. Erre mondtam azt anno az utolhaladás videóban, hogy zárt ki a magad körül lévő rossz környezetet. Nos, de viszont arra ügyelned kell, ugye, hogyha valahol valamit, azért mondom, hogy válj magává, légy gamer, ha már gamer vagy, mert hogyha egy pillanatra is elfelejted, hogy te gamer vagy, akkor az világságosan el fog terjedni, hogy nézd, azt mondta, ez nem is gamer. És tehát gyakorlatilag nem az a baj, hogy elbuksz és egy rossz híret terjed, az, hogy te nem is vagy gamer, nem ezzel van a baj. Hanem azzal van a baj, hogy mindaz, amit eddig felépítettél azokban az emberekben, akit eddig szerettél, akiknek eddig szerettél volna visszaadni, akkor az ő nekik, ők fogják azt hinni, lehetséges, tehát azon kívül, aki téged nagyon jól ismer, ők fogják azt hinni, hogy valami nem stimmel nálik. Pedig téged mindig ugye a jó szándék vezérel, tehát nem akartál semmit sem elhagyni. Ezért, hogyha felveszed magadra azt a státusz, hogy te az vagy, ami vagy, nagyon kell ügyelned arra, hogy mindig az légy, aki vagy. És természetesen, hogyha már itt járunk ennél a videónál, hogy mindig az légy, aki vagy, ebből felmerül egy másik téma, amit meg lehet, hogy egy másik videóban fogunk megvitatni, mégpedig, hogy mit is akartam ezzel mondani? Nem, minden lejön meglepetés abban a másik videóban. De a lényeg az, hogy ha felvettük azt a szerepet, és az emberek látják, hogy mi azok vagyunk, akik vagyunk, és hitelesek leszünk ebből szemünkbe, ügyeljünk rá, hogy maradjunk is azok. Képviseljük azt, amit vagyunk. Ne csak ma, hanem holnap is, és holnap után is, és azután is, hogyha ott vagyunk, és azok vagyunk, amik vagyunk. Ha szeretjük azt, amit csináljuk, és elértünk oda, akkor legyünk azok. És maradjunk meg annak mindig, és akkor is, hogyha már abba hagytuk azt az egész, tehát ha már nem foglalkozol játékokban, lélekben, még mindig gamer vagy, és hogyha valaki bármit kérdezne arról, tudod, hogy miről van szó, érzed, mert az életed része volt, és ebből a szempontból nem
fogsz csalódást okozni mindazoknak, akik felnéznek rád, mert mindig tudják, hogy nézd, ő ott az, aki azt mondja magát, és nem számít, hogy mi van. Ja igen, és a következő videóban fogunk arról beszélgetni, hogy milyen következménye lehetséges, hogy lesz annak, hogy te mindig megmaradsz annak, aki vagy. És természetesen fogunk beszélni arról is, hogy nem vagyunk hülyék, tehát nem kell fának lenni a viharban, mert minden fa előbb-utóbb ketté törik a viharban, és ugyanúgy mi is ketté törhetünk. De a következő részben akkor beszélgetünk erről a viharról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!